Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Ha lenne egy ilyen tízes skála, az elégedettségedet hanyasra ítélnéd meg ezen a tízes skálán, avval kapcsolatban, hogy a világ mennyire megy jó felé. Tehát nem tudom, mennyire figyelted meg a közelmúltat, ami azt jelenti, hogy az elmúlt pár évet, hogy hogy alakult a világunk, hogy mondjuk az elmúlt 3-4 évben mennyire lett jobb. Hát jobb nem lett. Rosszabb lett? Hát de azt, hogy most vannak kivételek, figyeld. Nem azt kell nézni, hogy vannak kivételek, hanem azt kell nézni, hogy a lakosság nagy részének hogyan alakult, a többségnek hogyan alakult. Mondhatjuk azt, hogy a túlnyomó többségnek hogyan alakult az élete. Jó, ha most úgy előhoztad ezt a kérdést, kár volt egyébként, mert erre mindig rögtön gondolatom támad. Én csak úgy megkérdezném tőled, hogy amikor mondjuk a Covid-ban a kijárási korlátozások voltak, akkor mennyit jártál ki este? Nekem olyan szak, én fizikai munkás vagyok. Mondom, mennyit jártál ki este, úgy magadtól, szabadon? Magamtól? Kimentem a kertbe. A kertbe, de az utcára? Nem mentem soha. Na hát, előtte mentél? Előtte mentél? Előtte jártál este ki? Este? Hát nem annyira este. Hát ugye a kijárási korlátozás mettől volt este? 8-tól? 8-tól. Hát mondjuk 8 után. Hát egy 8 után az ember még miért ne járna ki? Na most gondold végig, utána amikor a kijárási korlátozás volt, akkor ki jártál? Nem. Tehát akkor... És... Például mennyire kényszerítettek arra, hogy maszkot hordjál? Muszáj voltam. Mert... Aha, na akkor, és szeretted a maszkhordást? Nekem jót tett. Jót tett? Fura, mert... Igen. Mert gyakorlatilag a maszk akkor tesz jót, ha mondjuk naponta kétszer cseréled. Elnézést. Naponta kétszer. Egyébként nem azt várom tőled, hogy válaszolj. Jó? Úgyhogy igen. Jó, szóval lényeg az, hogy ugye az a maszk az egy kényszer volt. Na most gondold végig, az emberek nem cserélték naponta kétszer a maszkot, sőt nem is mosták naponta kétszer, ami azt jelenti, hogy kilehelték a, mondjuk a baktériumokat, akkor a baktériumot szépen, ugye az ember lehelete melegen tartotta, párásan tartotta, ott szépen szaporodhattak a baktériumok, és a baktérium szaporulatot visszaszívta az ember. Úgyhogy a maszktól még az emberek betegebbek lettek, mint maszk nélkül, mert ugye azért használják a maszkot, hogy ne fertőzzenek, az orvosok, nem azért, hogy ne kapjanak el fertőzést, hanem jellemzően azért, hogy ők ne fertőzzék meg a legyengült immunrendszerű beteget, egy, és gyakorlatilag minden műtét után maszkot cserélnek az új műtét előtt. Tehát, hogyha egy mondjuk van neki 4 műtéte, akkor 4 maszkot cserél. Tehát 4-szer cserél maszkot. Na most az emberek meg hol csinálták ezt? Csak úgy kérdezném. Tehát ami azt jelenti, hogy az a maszk kényszerítés, tehát hogy nem szabad akarat volt a maszk használat, az nem kevesebb betegséget okozott, hanem több betegséget.
Na most én nem hiszem, hogy max azt tudom mondani, hogy azok az emberek nem látták ezt át, akik ez ügyben nem voltak kellően tájékozottak. Akkor nézzük másik dolgot. Mondjuk a kényszerítése az oltásnak. Az oltás kényszerítés. Nem tudom, erre válaszolhatsz egy szóban, vagy, sőt egy bólintással vagy egy ilyennel. Beoltottak? Ebben a maszk kényszerítésben? Beoltottak, oké. Okay. Jó, hányszor? Egyszer, kétszer, háromszor? Nem válaszolsz? Oké. Okay. Szóval beoltottak. Na most, hogy oltottak be olyan dologgal, amiről azt se tudod, mi van benne? Egy. Kettő, hogy az orvosok elmondták, akik oltottak rendszeresen embereket a járvány előtt. Elmondták az orvosok, hogy amikor járvány van, tilos oltani. Mindig a járvány előtt kellett az embereket oltani, soha nem oltottak járvány időszaka alatt, mert az oltás legyengíti az immunrendszert, és ezáltal könnyebben elkapja az adott személy a betegséget. Na most akkor miről van szó? Itt meg a zöme az oltottaknak nem járvány előtt lett oltva, hanem járvány alatt lett oltva. Na most, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag azok az emberek, akik ugye ebben az időszakban akikkel szemben gyakorlatilag kényszert alkalmaztak, tehát mindenkivel szemben kényszert alkalmaztak, aki kiment az utcára, nem? Vagy mert ugye nem lehetett kimenni egy bizonyos időszak között, reggel 8 és 6 óra között csak annak, aki munkába ment, és ugye maszkot kellett hordani, akkor ugye voltak olyan munkahelyek, ahol kötelező volt az oltás, különben kirúgták, vagy mehetett szabadságra, távolságtartás volt, tehát egy csomó kényszer. Tehát hogyha mondjuk neked szimpatikus az, hogy kényszerítenek téged valamire, akkor az a te magánügyed. De én úgy gondolom, hogy a lakosságnak a nagy részének biztos, hogy nem szimpatikus az, hogy kényszerítik erre vagy arra. Én nekem biztos, hogy nem volt szimpatikus az, hogy különböző dolgokra kényszerítették az embert, érted? Na most ezáltal ugye azt tudom mondani, hogy egy rosszabb világ lett azáltal, hogy az embereket kényszerítették erre, arra, amarra, és ha megnézzük az embereket, akkor ennek hatására rosszabb állapotba is kerültek. Tehát most az emberek 98-99%-a rosszabb hangulatban van, mint 2019-ben. Az általános hangulatról beszélek. Tehát ez a fajta kényszerítések, ez a fajta olyan működés, amit produkáltunk itt az elmúlt három évben, ez gyakorlatilag senkire nem lett jótékony hatású. Főleg nem a hangulatára. Márpedig az, hogy egy ember milyen hangulatú, az eléggé meghatározza az életben való működését. Egy jó hangulatú ember az az életben sokkal jobban tud működni, mint egy rossz hangulatú ember. Na most én el tudnám mondani azt, hogy vajon kik érezhették jobban magukat abban az időszakban, ugye amikor ezek a kényszerítések voltak, hát akik kitalálták ezeket a kényszerítéseket. És azok, hogy nem szociális emberek voltak, az hódbiztos, hanem antiszociális emberek. Az antiszociális embereket pedig úgy hívják, hogy elnyomók. Az elnyomó úgy működik,
hogy elnyomja a saját túlélése érdekében, elnyomja azokat az embereket, akik felett hatalma van. Tehát akik felett hatalma van. Márpedig ugye karhatalmat is alkalmaztak arra vonatkozóan, hogy betartassák a szabályokat. Szó szerint. Szó szerint. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az az időszak, az valószínű, ugye egy elnyomó, tehát valószínűleg javította az elnyomók hangulatát. Azért mondom ezt, mert az elnyomók azok nem jó hangulatú emberek. Tehát azért nyomják el a környezetükben lévő, akikre hatalommal bírnak, hatalmat gyakorolhatnak felettük, azért nyomják el őket, mert azt gondolják, hogyha ők boldogulnak, meg ők jó hangulatúak, jó érzik magukat, akkor az neki rossz. Tehát mindig egy rossz hangulatú ember az, amelyik azt akarja, hogy a más is olyan hangulatú legyen, mint ő. Na most, ez fordítva is igaz, a jó hangulatú ember is azt akarja, hogy más is olyan hangulatú legyen, mint ő. Ezáltal ugye megpróbálja a jó hangulatú ember felemelni az ő hangulatára a rossz hangulatú embereket. A rossz hangulatú ember pedig azt csinálja, hogy megpróbálja lehúzni az ő hangulatára az embereket. Szóval lényeg az, egyébként ha vendéget hív valaki, javaslom, hogy mondja neki, hogy nehogy beleszóljon. Jó? Azért, mert arra én tuti, hogy fogok reagálni. Oké? Jó? Tehát ezt előre a vendégeknél fel kell készíteni, csak mondom. Szóval lényeg az, hogy ez azt jelenti, hogy a rossz hangulatú emberek idézték elő ezeket a dolgokat, amit én elmondtam, és lehet, hogy azáltal jobb hangulatuk lett, hogy ezt előidézték, hogy arra a szintre lehúzták az emberek jó részét, mint amin ők voltak. Na most, ennek ugye lettek következményei, mert hát a gazdaság valamilyen szinten visszafogta magát. Tehát azáltal, hogy az emberek nem csinálták azt, mint előtte, hát gazdasági visszaesés lett. Tehát komoly gazdasági visszaesés. Így is úgy is lett volna komoly gazdasági visszaesés, mindegy, de rá lehetett fogni a Covid-ra. Szóval komoly gazdasági visszaesés lett, és ez a komoly gazdasági visszaeséshez, tehát ez úgy működik, hogy tisztában legyünk, hogy valami, ha halad, akkor azt energetikailag könnyű mozgásban tartani. Ha valami leáll, vagy lelassul, akkor utána ugyanarra a szintre, tehát mozgási szintre, nehezebb, tehát sokkal több energia kell, hogy fölgyorsuljon. Ezt az autónál tökéletesen látod, ha olyan autód van, amelyik írja, hogy mennyi a fogyasztás, ha per pillanat fogyasztás. Hogyha mész egy sebességgel, akkor egész tűrhető az autó fogyasztása. De ha lelassulsz, és ismét föl akarsz emelkedni arra a sebesség szintre, amit az előbb haladtál, akkor gázt kell nyomni, és rögtön megugrik addig az időszakig, míg nem áll be arra a haladási sebességre, óriási mértékben megugrik a fogyasztás. Oké? Míg oda fölmegy. Tehát sokkal több, és ez tiszta fizika, mindenre igaz. Tehát valami, hogyha lelassul, valami, hogyha kisebb sebességre kapcsol, utána ugyanarra a sebességre felgyorsulni
sokkal, de sokkal nagyobb energia szükséges. Ez nem csak az autóra igaz, ez mindenre igaz. Tehát hogyha a vállalkozások visszavettek a tempóból, akkor nekik sokkal több energia ugyanarra a tempóra visszafejlődni, mint amin előtte voltak. Márpedig a vállalkozások hát elég nagy mértékben visszafogták magukat a Covid alatt. Na, azóta jött a háború, jöttek a különböző szankciók az oroszokkal szemben. Ennek nem a levét nem az oroszok itták meg, hanem az európai népek. Ami azt jelenti, hogy ugye bizonyos anyagoknak az ára felemelkedett, hogy nem az oroszoktól vesszük, hanem másoktól. Ez is rájátszik a dolgokra. És ráadásul még van egy statisztika, egy jelen statisztika, hogy a legmagasabb árnövekedés, tehát mondhatjuk azt, ugye az az infláció, hogy a fizetés és az árak között ugye mekkora különbség keletkezett. Nyilván minél jobban növekednek az árak, és minél kevésbé nőnek a fizetések, annál nagyobb az infláció. És Magyarországon, hát mondhatjuk azt, hogy Európában a legmagasabb az infláció. És ugye hivatkoznak arra, hogy azért a legmagasabb az infláció, mert hogy hát háború van, meg szankciók van, meg minden, de többi országokban is ugyanez a helyzet. Tehát nem érdekes ez? Hogy máshol is ugyanez a helyzet. Tehát a európai országokban, a kelet-európai országokban fele az infláció, és ugyanez a helyzet. Érted? Vannak olyan országok, ahol nem infláció van, hanem defláció. Itt az EU-n belül is. Van, ahol defláció, tehát növekedés volt. Tehát a jövedelmek nagyobb mértékben emelkedtek, mint az ára. Két olyan ország is van. Egyik egyébként, ha jól emlékszem, Hollandia. Jó, tehát, és Magyarországon meg ilyen 26% vagy 24%-os infláció volt az elmúlt egy évben. És ez is nagyon érdekes, hogy gondoljátok végig, hogy máshol nem volt ez a rezsicsökkentés, máshol nem volt ez a rögzített, bizonyos termékek rögzített ára, és mégis kisebb az infláció. Nem érdekes? Oké. Okay. De ez más, hogy van egy támogatás rajta, meg más az, hogy kényszerítik a vállalkozásokat arra, hogy mondjuk az árat alacsonyan tartsa. Ez teljesen más, hogy mit tudom én, kap állami támogatást, hogy ki tudja fizetni a többletköltséget egy vállalkozás, vagy akár a lakosság, vagy pedig ugye úgy érik ezt el, hogy mondjuk lerögzítik az árakat. Tehát mondjuk lerögzítették a mit tudom én, cukor, liszt, stb. Termékek árát. Érted? És máshol nem így csinálták, mint ahogy mi, és nálunk lett a legnagyobb infláció. Tehát ami azt jelenti, hogy ha ezt így összegezzük, ezt az elmúlt 4 évet gyakorlatilag, vagyis 3 évet, mert 20, 21, 22, 23, akkor 4. éve, tehát ezt a 3,5 évet összegezzük, akkor, és az elmondottak alapján összegezzük, akkor a lakosság nagy részének most rosszabb a helyzete, mint eddig volt. Oké? Hát rosszabb a helyzet. Szóval, és mi lenne a megoldás egy ilyen helyzetben? Tehát az a helyzet, tudjátok, hogy ugye van egy nagy probléma a gazdasággal,
A gazdasággal az a probléma, hogy többet fizetnek ki az országok, mint amennyi a bevételük. Ezt honnan tudni? Hát ha több lenne a bevételük, mint amennyit kifizetnek, akkor az országok nem lennének eladósodva. Oké? Okay? És a világon talán van két vagy három ország, amely nincs eladósodva. Az egész világon. Van 200-valahány ország, ennek utána tudsz nézni. Egyik például Észak-Korea, amelyik nincs eladósodva. A másik, ha jól tudom, Irán, de lehet, hogy már az is el van a Covid óta. Oké? Okay? Na most azért jó, ha átlátjuk, hogy nem, nincsenek ezek eladósodva. És miért ezeket cseszteti Amerika? Ha? Tehát nem érdekes? Gondoljátok végig, hogy pont azokkal van ellenséges viszonyban Amerika, akik nincsenek eladósodva. Akkor nem tudom, tudjátok-e, hogy Ceausescu rezsimben, a rezsim végén miért robbant ki polgárháború? Forradalom. Azért, mert Ceausescu kifizette az összes tartozást. Oké? Okay. Na most azért jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy a forradalmak azok általában nem belülről robbannak ki, hanem a külföldi titkosszolgálatok besegítenek abban. Akkor mondanék erre a példát, az 56-os forradalom az angol és izraeli titkosszolgálat által szervezett forradalom volt. Az 56-os magyar forradalom. Azt azért hozták létre, hogy az oroszok figyelmét a Szuezi csatornáról elvigyék. Ugyanis az Egyiptom államosítani akarta a Szuezi csatornát, és az oroszok az egyiptomiak mellé álltak, hogy államosítsa a Szuezi csatornát. Ugye a Szuezi csatorna az angol tulajdon volt. És azért, hogy ne álljon az orosz az egyiptomi mögé, illetve akkor még ugye szovjet, ne álljon az Egyiptom mögé, ezért kirobbantottak egy lengyel forradalmat, nem is tanultunk róla, hogy 56 nyarán, nem is tanultunk róla, nem is hallottunk róla. 56 nyarán kirobbantottak egy lengyel forradalmat, és kirobbantottak 56 októberében egy magyar forradalmat. Tehát azért, tessék, azt se tudtuk. Szóval lényeg az, hogy ugye mondok példát, amikor, tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy miért lettünk vesztes állam az első világháborúban. Miért lettek a németek is, meg a magyarok is vesztes állam? Hát nagyon egyszerű, mert Berlinbe is, Bécsbe is és Budapesten is kirobbantottak forradalmat. Az angol és egyéb titkosszolgálatok. És ezáltal letették a fegyvert ez a három ország. Tehát például Magyarország úgy tette le a fegyvert, hogy egyetlen egy idegen katona nem volt a Nagy Magyarország területén. Tehát egyetlen idegen katona sem. És úgy lettünk vesztes állam. Tehát ez egy rég bevált gyakorlat, ez 1917-ben a németek így ugrasztották ki a háborúból az oroszokat, hogy hazaküldték Lenint,
és ezáltal kirobbantottak egy orosz forradalmat, és az orosz forradalom hatására az oroszok azonnal kiszálltak az első világháborúból. Tehát ezt a példát alkalmazták, nem tudtátok? Ezt a példát alkalmazták utána a németekkel, az osztrákokkal és a magyarokkal szembe, csak nem ugye 17-ben, hanem mikor? 19-ben. Oké? 19-ben. Tehát úgy történt a három forradalom, hogy ez a, ugye az osztrák-magyar monarchia és a német birodalom az nyerésre állt. Csak úgy mondanám. Nyerésre állt. És ráadásul ugye Magyarországnál azt csinálták, hogy kirobbantották a forradalmat, ugye az ősi rózsás, hát komcsi forradalom, és gyakorlatilag lefegyverezték a saját katonaságukat. Tehát elküldték haza. Érted? A katonákat. Ezáltal egész Magyarország fegyvertelen maradt, katonaság nélkül maradt, és utána azt csinálhattak a szlovákok, csehek, franciák és románok, amit akartak. Oké? Akkor ha megnézed 56-ot, 56-ban a magyar hadsereg simán ellen tudott volna állni az orosz hadseregnek, és gyakorlatilag a hadsereg ennyi ellenállást sem mutatott az oroszokkal szembe. Tudod miért? Mert ezt se tanultuk, az akkori honvédséget hazaküldték. Honnan tudom? Apósom akkor volt sorállományú katona, és hazaküldték a katonákat. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy nem tudta a magyar honvédség megvédeni magát az orosszal szemben, mert minden katonát hazaküldtek. Nem tudtad? Ezt se tanultuk, nem érdekes? És ezt apósomtól tudom, mert mondom, apósom pont akkor volt katona, sorállományú katona, amikor a forradalom volt. És mivel nem volt tömegközlekedés, gyalog mentek haza. Érted? Tehát gyakorlatilag leszerelték őket, képzeld, és mentek haza. Tehát ez rég bevált módszerek, hogy ki kell robbantani egy forradalmat, és káoszba süllyed az ország. És onnantól kezdve, ha háborús cselekvény van, hát ugye most is ezt akarják elérni az oroszoknál. Hogy forradalom legyen az Oroszországban. Csak ott nem lesz forradalom. Oké? Tehát erre törekednek, hogy ez legyen. Ugye mondhatnád azt, hogy majdnem sikerült, nem, az egy színjáték volt, amit ugye ez a, hogy hívják? Hogy hívják? Prigozsin, igen, Prigozsin. A Prigozsin, amit művelt, az egy, a Wagner csoport, igen, az egy színjáték volt. Gyakorlatilag ez egy megrendezett színjáték volt. Jó, tehát nem az amerikaiak által, vagy a külföldiek által, hanem az oroszok által megrendezett színjáték. Jó, tehát lényeg az, hogy ez egy réges-rég bevált módszer, ugye 2017-ben próbálták ki ezt ki először, bár lehet, hogy már próbálkoztak, mert előtte is már volt egy orosz felkelés, ugye tudjátok, nem is tudom hányba, 2017 előtt, csak azt leverték. Tehát ha visszamennénk a forradalmak időszakába, akkor lehet, hogy még a francia forradalmat is külföldiek, külföldi titkosszolgálatok rendezték, simán elképzelhető. Csak az már olyan rég volt, hogy az felderíthetetlen. Szóval
ezt most miért mondom? Ezt azért mondom, hogy tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal. Egy olyan világban élünk, ahol az emberek olyan, mintha egy színházba ülnének. Érted? És amit a színpadon látnak, az nem a valóság. Érted? Hanem az egy színház. Tehát az egy megjátszott dolgok. Tehát az, a világunkban gyakorlatilag megjátszott dolgok vannak. Tehát az emberek elé kiraknak egy színházat, az emberek azt hiszik, hogy az a valóság, közben az abszolút nem valóság, mert színjáték az egész. Csak mondanék példát, jó? Honnan tudod azt, hogy a, erről már beszéltem még a háború elején, tehát az orosz-ukrán háború elején, honnan tudod azt, hogy az orosz és az amerikai vezetés miben állapodott meg abban a kérdésben, hogy mondjuk elinduljon a háború, milyen háború legyen, meddig tartson, stb. Stb. Érted? És amit látunk a háborúval kapcsolatban, az egy színjáték. Nem számít, a színjátéknál nem számít, hogy hány ember hal meg. Oké? Nem számít, hogy tízezrek, százezrek, akár milliók meghalnak. A színjátéknál nem számít. Tehát akik a színjátékot rendezik, azok nem törődnek azzal, hogy hányan halnak meg az országokban. Oké? Honnan tudod, hogy ez nem színjáték? Tehát mondok példát, mit tudom én, most F-16-os repülőgépeket küldenek ugye Ukrajnának, és már mit tudom én, van ilyen, volt F-16-os századuk, az azt jelenti, hogy mit tudom én, hány repülőből áll, tehát nem 100 repülő, hanem egy, mit tudom én, 10 repülő, vagy 5-6, nem tudom mennyi, egy repülő század. És gondold végig, hogy egy Su-57-es repülőgép elrendezte az összes F-16-os gépet. Egy darab. Mindet. Tehát úgy, ahogy volt, fölküldtek az oroszok egy Su-57-es gépet, és az összes F-16-ost elrendezte. Az összeset, ami eddig volt nekik. Ami felszállt. Amit ugye kötelékbe repültek. Tehát kötelékbe voltak. Tehát lényeg az, hogy de ez a Su-57-es, ez 2022-re készült el, tehát 21-ben tesztelték először, ez egy olyan új repülő. És 22-ben állították hadi, tehát hadrendbe, igen, köszönöm szépen. Tehát 2022, tehát az F-16-os meg egy több évtizedes repülőgép. Érted? Tehát azért mondom, hogy az egész egy nagy színjáték, nem számít, hogy hány ember hal meg. Érted? Tehát az a helyzet, hogy az emberek úgy működnek, hogy beülnek a színházba, érted? És elkezdik átélni a szerepeket, elkezdenek izgulni a történéseken, oké? Netán még sírni is a történéseken, közben az egész egy színjáték is. Ugyanez van a világunkban. Az emberek hallanak valamit, olvasnak valamit, elkezdenek izgulni, sírni, érted? Vagy örülni, most tök mindegy, közben az egész egy színjáték. Tehát a valóság a színjátékból alig valami, érted? A valóság a színjátékban, egy színházban micsoda? A színészek. Slussz, semmi más nem valóság. Az egész történés megírt, az egész szereplés megrendezett, a ruhák, kölcsönvett ruhák, érted? Tehát, ami azt jelenti, hogy semmi nem a valóság, csak a szereplők a valóság. Na ugyanez van a világunkban.
valóság az emberek, valóság az, aki megsérül, meghal, stb. Stb. Az összes többinek a nagy része a színjáték. Oké? Okay? Színjáték, szó szerint. Tehát egy olyan világban élünk, ahol úgy verik át az embereket, hogy akarják. Ma az emberek úgy néznek egy tévét, ez olyan, mint a, ugyanúgy, mint a színház. Odaülnek a tévé elő, és beleélik magukat a szerepnek, a szereplőnek a szerepébe, főleg a főszereplő szerepébe. Akkor ott izgulnak, örülnek, boldogok, szomorúak, hogyha mit tudom én, rossz vége lesz a filmnek. Érted? Tehát ugyanaz, mint a színház, egy az egybe. És ezt csinálják az életet, tehát az embereknél elérték azt, hogy bejött a tévé, tehát először bejött a színház. Oké? Okay? Utána bejött a tévé, mert színházba azért nem nap mint nap mentek az emberek. Tehát a színház hatása az sokkal gyengébb volt ezáltal, hogy mit tudom én, mondjuk évente kétszer voltak színházba, vagy egyszer, vagy régebben, mikor más nem volt, akkor mondjuk arra járt a színház, ilyen vándorszínházak, akkor fél évben egyszer volt színházba. Tehát annak a hatása az nem olyan, mint mikor nap mint nap az ember ott ül a tévé előtt, és olyan, mintha egy színházat nézne. Szó szerint. És az emberek, amikor odaülnek, akkor átélik az egészet, teljes egészében. És ez egy óriási probléma, mert ezt megszokják. Érted? Tehát a tévé által az emberek megszokták azt, hogy egy színházat nézzenek, és hogy a színházzal szemben hogyan kell működni. Tehát, hogy izgulok, örülök, bánatos vagyok, stb. Stb. Beleélem magam. És ezt csinálják az emberek. Mit tudom én, mondjuk, hall egy balesetről, és akkor elkezd bánatoskodni. És akkor megkérdezem tőled, hogy hát rokonod volt? Nem. Hát akkor mi bajod van vele? Ismerted? Nem. Akkor mi bajod van vele? Régen tudod, mit csináltak, mikor hallották, hogy meghalt egy idegen? Megrántották a vállukat. Ezt csinálták. Érted? Most emiatt a színház miatt elérakják azt a színházt, hogy ez történt, az történt, ennyien haltak meg, annyian haltak meg, és az emberek átélik ezt a színházt. Érted? Szó szerint átélik. Na most ezt tudod, mit jelent? Ezt tudod, milyen nagy probléma? Ez azt jelenti, hogy minél több színházat néz az ember, és minél több színházra figyelmes, annál inkább nem a saját életedet éled. Tehát nem a saját életedet éled. Ráadásul a színház, tehát a filmszínház is ide tartozik, hát ott van benne. Régen úgy hívták, hogy mit tudom én, magyar filmszínház bemutatja. Érted? Filmszínház. Úgy működik, érted? Az, hogy a színház az olyan mértékben szokássá válik, hogy az egyén képtelen arra, hogy önállóan működjön, mert egyszerűen a figyelme azokon a dolgokon marad. Ez olyan, mint amikor nézel egy filmet, és akkor utána elmeséled ennek, annak, hogy milyen jó filmet láttál, az azt jelenti, hogy a figyelmed nem a jelenben van, hanem a múlton, amikor a film, tehát amikor a filmet láttad, ott van, tehát a múltat meséled, érted? Vagy elég, ha csak gondolsz mondjuk egy múltbéli színházra, filmre, érted? Már is a gondolatod nem a jelenben van, hanem a múltban. Ha az embert megtanítják arra, hogy a múlttal foglalkozzon, akkor az életében a jelenre nem jut figyelme. És ezáltal mit csinál a jelenben?
mondjuk nem, ne csináljon balesetet, mert ugye figyelmetlen lesz, ha nincsen jelenben a figyelmünk, akkor figyelmetlen lesz. Tegyük föl, hogy mondjuk nem szenved attól még balesetet, de nem figyel a jelenre, nem veszi például azt észre, hogy neki már mondjuk takarítani kellene, jó az még, érted? És akkor elkezdi az ilyen embert mondjuk megenni a kosz, érted? Akkor nem figyel arra, hogy már mit tudom én, festetni kellene, és akkor már tök ronda az egész lakás, mert nincs kifestve, érted? Tehát nem figyel a jelenre, a jelenre nincs figyelme. Tehát például meg kellene tenni valamit, nem teszi meg, mert eszébe se jut, hogy azt meg kellene a jelenbe tenni, érted? Mert a figyelme az a múlton van. Tehát gyönyörűen elérik azt, hogy az ember azáltal, hogy színházat néz, megszokja azt a fajta működést. Hát most gondold végig, hogy sokkal dolgosabbak voltak addig az emberek, míg nem volt tévé. Sokkal. Sokkal dolgosabbak voltak. Mert nem volt az, hogy húha, most ilyen olyan műsor van, és akkor most hagyunk mindent békén, nézzük azt a műsort. Érted? Nem volt ilyen. Az emberek akkor, amit meg kellett csinálni, azt nem halasztották el, hanem megcsinálták. Mert nem volt egy műsor, hogy üljünk oda a tévé elé és nézzük a tévét. Most gondold végig társadalmi szempontból, melyik volt a jobb? Tehát a világon mindenütt, ameddig nem volt tévé, az emberek összejártak. Tehát úgy jártak össze, hogy nagy tömegekben, nyilván jó időben, nagy tömegekben kimentek parkba és beszélgettek. Tehát ha visszaemlékszem, és te visszaemlékeznél, régen minden park tele volt paddal, és ott ültek az emberek, érted? Az azt jelenti, hogy mit csináltak? Kommunikáltak egymással. Tehát nem csak ücsörögtek, hanem már ücsörögtek, akkor beszélgettek is, mert különben nem mentek volna oda ki. Érted? Bejött a tévé, mindenkinél már ott a tévé, érted? És ezek a közös parki kommunikációk, ezek egyik napról a másikra gyakorlatilag megszűntek. Az azt jelenti, hogy most társadalmi szempontból melyik a jobb? Ha az emberek kommunikálnak egymással, vagy az, hogy otthon mindenki külön-külön nézi a tévét? Érted? Tehát melyik jobb a társadalomnak? Tehát melyik jobb, hogy fogják és megbeszélnek dolgokat, akár ők, hogy mi történt az életükbe, és azáltal a másik tanul valamit, és akkor lehet, hogy jaj de jó, hogy ezt elmondta, mit tudom én, a Júlcsi, hú, pont egy ilyen helyzetben vagyok, és akkor most meg tudom ezt a helyzetet oldani, de ha mindenki otthon nézi a tévét, akkor hol beszélnek ilyen dolgokról az emberek? Tehát egy olyan világba érkeztünk, ami egy színház ki van rakva, ja, még egy dolog van a színházzal kapcsolatban. Ráadásul a színház, ugye a rendszeres színház, a filmszínház, a mozi, tehát a tévé, az oda juttatta az embereket, hogy a szerepekből, a beleéléssel vágyat ébresztenek az emberben, hogy majd ő is elérje azt, ami a filmszínház vagy a színházban van, ő is elérje azt. De az egy mű, az egy kitalált az egész, érted? Tehát a gazdagok jelentős része, nagyobbik hányada nem a saját életében lett gazdag, hanem örökölte a vagyonát, érted? De az emberekkel elhitetik azt,
a színház révén, hogy ők is mondjuk lehetnek gazdagok. Érted? És ezáltal elkezdenek vágyni arra, hogy mit tudom én, több legyen. Mi esetenként előfordul az is, hogy képes azért többet dolgozni, de akkor annyival kevesebbet van a családdal. Gondoljátok végig. És ugye ezt mondtam nektek példaként, hogy én kevesebbet voltam a második gyermekemmel, mint az elsővel. Az elsővel nagyon sokat, az első 7 évben nagyon sokat voltam együtt. A második hét, tehát a második gyerekemmel az első 7 évben alig voltam. És tudod, mi lett a következménye? Az egy első gyerek az lett egy erőteljes, határozott férfi, a másik nem. A második nem. Oké? Ez emiatt. Ez az egy dolog miatt. Na most ez azt jelenti, hogyha például sokkal többen, én is azért nem voltam a fiammal, a második fiammal, mert sokkal többen dolgoztam, mint az első fiam esetében. Érted? És időben sokkal többet dolgoztam. Tehát, hogyha egy férfi mondjuk sokkal többet dolgozik azért, hogy a vágyait teljesítse, vagy a család vágyait, vagy a felesége vágyait teljesítse, akkor ez semmi más rovására nem megy, csak úgy hívják, hogy család. És abban az időszakban, amikor én sokat dolgoztam, akkor volt a legrosszabb a párkapcsolatunk. Érted? A legrosszabb a párkapcsolatunk. Tehát mikor keveset voltunk együtt a párommal, meg ezáltal ugye a család többi tagjával is. Tehát az párkapcsolati szempontból az volt a legrosszabb időszakunk az elmúlt 39 évben. Oké? Ugye 39 éve lesz most, hogy összeházasodtunk. Szóval lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol az emberek ezeket a dolgokat nem látják át. Tehát nem látják át. Senki nem világosítja fel őket arról, hogy, vagy ha föl is világosítja, hallott netán-tán ilyen jellegű előadást valakitől, hát akkor is az élet, tehát egy előadás az semmi. Érted? Az élet ugyanúgy elviszi. Tehát az életnek van egy szabálya. Ez a visszarendeződés szabálya. Minden vissza akar rendeződni az alapállapotba. Tehát nem véletlen még a Bibliában is le van írva, hogy hamuból lettél, hamuvá válsz. Érted? Tehát minden eredeti állapotába vissza akar rendeződni. Tehát hogyha azért nem dolgozunk, nem teszünk folyamatosan, hogy ne rendeződjön vissza, akkor vissza fog rendeződni. És ez azt jelenti, hogy mit tudom én, egyszer hallott valaki ilyen témákról szót, az olyan, mint a halottnak a szentelt víz, tudod, a halottnak a szentelt víz. Teljesen olyan. Tehát nem árt, nem is használ. Oké. Szóval, egy olyan világban élünk, ahol kell egy közösség, ahol az ember kompenzálni tudja ezt a színházt. Érted? Tehát látni azt az embereknél, hogy ez a kompenzáció nincs meg, akkor ez a folyamatos visszarendeződés van, és nem látni azt, hogy valaki fejlődik. Tehát ha nincs egy közösség, nincs fejlődés. Nincs. Nincs. Mert nincs kompenzálás, tehát nincs másik alternatíva, érted? Csak egy alternatíva van. Az az élet, amiben él. Ezt úgy hívják, hogy komfortzóna. Tehát abban a komfortzónában, amiben él, abban szépen visszarendeződik. De van egy közösség, ahol az emberek meg tudják beszélni a dolgokat, érted? Hallhatnak jó tippeket, akkor képzésben részesülnek, főleg olyan közösség, akkor ezt lehet kompenzálni, ezt a színháznak a hatását. Érted? Persze, ha valaki, mit tudom én, foglalkozik velünk mondjuk heti 6 órát,
és közben 60 órát meg tévézik, érted? Akkor az a 60 óra az úgyis felülírja azt a 6 órát. Világos ez? Tehát egy olyan világban vagyunk, ami hát amit nem látják az emberek, hogy a színház révén folyamatosan viszik be egy olyan világba, amit ő nem akarhat. Nem akarhat. Tehát szerintem senki nem akarta azt, hogy mondjuk az infláció véget egy rosszabb élethelyzetbe kerüljön. Nem? Talán ez egyértelmű. Tehát senki nem akarhatta azt. Ha valaki ilyet akart magának, hát ez hülye. Én nem tudok mit mondani. Mert az másnak akar, akkor meg úgy hívom, hogy elnyomó. Érted? Tehát van egy szabály, ez a következő. Hogyha az ember nem érzi jól magát a saját életében, a saját bőrében, akkor elnyomják. Elnyomják. És ez minden emberre igaz. Tehát ha egy egyén nem érzi jól magát a bőrében, a saját bőrében, akkor elnyomják. Most azt, hogy ki nyomja el, ez most ebből a szempontból részletkérdés, de a szabály erről szól. Tehát ha nem kapna valaki elnyomást, akkor mindenki jól érezne magát. Érted? Aki nem kap elnyomást. Persze, kisgyerekkortól nem kellett volna kapni elnyomást. Mert képzeld el, az elnyomás az úgy is működik, hogy olyan a drága érzelmi világunk, a balagyféltek részünk, az úgy működik, hogy amire azt gondolja az ember ugye, hogy erre mennyire nagy szükségünk van az érzelmeinkre. Csak ez úgy működik, hogy képzeld el, ha kaptál elnyomást, akkor, és a jelenben nem kapsz elnyomást, de valami emlékeztet a múltbéli elnyomásra, akkor elkezdesz úgy cselekedni, ahogy amikor az elnyomást kaptad. Érted? Úgyhogy semmilyen elnyomást nem kaptál, csak a jelenben egyszerűen emlékeztet valami arra a környezetre, arra az emberre, aki elnyomást adott, vagy bármi, érted, ami emlékeztet, és elkezdesz úgy működni a jelenben, mint amikor az elnyomást kaptad a múltban. És ezt a drága érzelmi világunk, a balagyféltek és érzelmeink művelik, de csak akkor tudja ezt művelni, ha nem vagy kellően jó állapotban. A kellően jó állapot az pedig azt jelenti, hogy mondjuk érdeklődés szintjén legalább. Érted? Tehát legalább. És az emberek java az rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, hogy egyszerűen nem tudja, miért van rossz hangulata, egyszerűen rossz hangulata van, és nem tudja miért. Semmi nem indokolja, senki nem bántotta, senki még akár hozzá se szólt, érted? És fogja, és elkezd rossz hangulatba lenni. És akkor elkezd ideges lenni, stb. Stb. Pedig nincs elnyomás, semmi, csak valami emlékezés van, amit a reaktív elménk, ezt úgy hívják, összekapcsol a jelent, összekapcsolja a múlttal. És azokat az érzéseket hozza föl, amit az az elnyomás okozott a múltban. Ahol volt ember, ahol volt történés, de most semmi. És a legtöbb ember rendelkezik ezzel a fajta működéssel. Sajnos. Hát arról nem is beszélve, hogyha tényleg kap egy elnyomást, akkor nem a jelen helyzetet kezeli a legtöbb ember, hanem elkezd úgy működni, ami hasonlít egy előző elnyomáshoz.
és ezáltal a reaktív elme azt az utasítást adja ki, hogy működj úgy, ahogy a múltban működtél, de a múlt soha nem azonos a jelennel. Tehát mondok példát, mit tudom én, mondjuk a valakinek a párja, mit tudom én, régen rossz hangsúllyal és csúnyát mondott a párjára, oké? És emiatt a párja, mit tudom én, rosszul érezte magát, akár felidegesítette magát, stb. Stb. Érted? Na most, legyen egy jelenhelyzet, ahol mondjuk ugyanaz a személy a párjának nem mond csúnyát, csak rossz hangsúlya. Kész. Az illető ugyanazt produkálja, mint a múltban, amikor csúnyát is mondott. Világos ez? Tehát az elméje az adott személynek összekapcsolja a jelent a múlttal. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberek nagyon nagy százaléka vagy mind a két működést produkálja. Ugye a két működés az, hogy összekap, tehát van egy elnyomás, és úgy kapcsolja össze a múltat a jelennel, vagy elnyomásnak se kell lenni, csak van egy hasonló helyzet, és így kapcsolja össze a múltat a jelennel. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy körülbelül az emberek 90-valahány százaléka ez így működik. Így működik. És ez akkor tud így működni, hogyha az egyén nem túl jó hangulatú. Tehát olyan például már könnyedén műveli ezt egy, mondjuk egy megelégedett ember. Érted? Mert a megelégedettségi szintről egy pillanat alatt le lehet csúszni arra a szintre, hogy működjön, bekapcsoljon az embernek a reaktív elméje. És ez úgy működik, hogy egy embernek vagy a tudata működik, a jobb agyfélteke a tudat, vagy a bal agyféltekéje működik a reaktív elméje. A kettő együtt egyszerre nem tud működni. Ez olyan, mintha lenne benned egy váltókapcsoló. Hogy amikor rossz hangulatú vagy, akkor bekapcsol a reaktív elmét, és keresi azokat a dolgokat, ami összekapcsolhat egy múltbéli emlékkel. Ha jó hangulatban vagy, akkor átváltódik ugye a gondolkodásra az ember, és akkor nem keres ilyen dolgokat, hanem akkor egyszerűen képes a jelenben mérlegelni. Tehát egy rossz hangulatú ember nem képes a mérlegelésre. Mert egyszerűen bekattan, ezt már biztos hallottál, láttál ilyet, hogy egyik pillanatra a másikra valaki bekattan. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy most gondold végig, ha te vagy a partnered bekattan, ez kinek jó? Se neked, se a partnerednek. Érted? Tehát vajon nem kellene ezeket megtanulni, ezeknek a kezelését? Nem kellene? És akkor csak egy-két példa ezzel kapcsolatban, jó? Nézzük. Tehát például van egy olyan nagy témánk, ez a legfontosabb témánk, nem véletlen ez az első. Tehát elnyomást akkor kapunk, ha az a személy, aki adja az elnyomást, nem etikusan működik éppen adott pillanatban. Tehát abban a pillanatban nem etikusan működik. Tehát egy ember akkor működik nem etikusan, ha nem tudja felmérni, hogy mi a különbség az etikus cselekvés és az etikátlan cselekvés között.
Tehát minden ember, aki elnyomást kapott valaha, éppen egy olyan szemétől kapta az elnyomást, aki nem mérte föl azt, hogy most az, amit ő csinál, az etikus vagy sem. Tehát az etikusságnak vannak szabályai, az elmúlt időszakban, amikor volt etika képzésünk, az egy 120 órás képzés volt, 4 hónap. Oké? 4 hónapos képzés volt. Tehát 120 óra, egy hónap az 30 óra. Vagy itt van, tanul egy ember, nem az a lényeg, hogy tanulsz, de nagyon sokat tanultál, mindnyájan sokat tanultunk, általános iskolán, sőt ma óvodában jártál, óvodában tanulhattál, járhattál, ugye iskolában ott tanulhattál, mindenféle iskolában ott is tanulhattál, nem ez a lényeg, hogy tanul az ember vagy nem, hanem ugye az a lényeg, hogy utána amit tanulsz, azt tudod-e használni, ez a lényeg, a többi nem számít, amit tanultál és nem használod, az tök mindegy, hogy van vagy sincs. Érted? Tehát használni. Ott van benne, használni. Hasznos lenni számodra. Tehát azt tudja az ember használni, amit ami hasznos számára. Vagy mások számára, most ez lényegtelen. Tehát ott van benne, hogy hasznos. Ha te bármit úgy csinálsz életedben, hogy annak semmi haszna nincs, akkor elfecsérled az életedet. Ezt jó, ha tudod. Oké? Az azt jelenti, hogy csak megy az idő, te meg csak öregedsz, oké? És a végén meghalsz, mert mindenki ide jut. Tehát mindenki öregszik, még aki korán meghalt, az is öregedett. Csak nem olyan látványos volt az öregsége. Érted? Mert ugye hamar meghalt, és még nem nagyon volt ideje öregedni. Szóval, így, erről szól az élet. És egyáltalán nem mindegy, hogy az életünket elfecséreljük, vagy hasznos dolgokat művelünk. És a legtöbb ember, megint csak tudnám mondani, főleg itt a nyugati társadalomban, abban a civilizációban, amiben élünk, elfecsérli az idejének a nagy részét. Semmilyen hasznos dolgot abban az időben nem csinál. Oké? Okay? Jó, tehát se neki, se másnak az nem hasznos. És ugye ha az ember megtanul tanulni, akkor az lesz a különbség, hogy utána, amit tanul, akkor képes hasznosítani a tanultakat. Érted? Ez a különbség. Tehát ha végig gondolod, hogy mit hasznosítasz mondjuk a 8 általános iskolából, tehát mit hasznosítasz a jelenbe? Hasznosítod az olvasást, nem? Azt mindenféleképpen. Talán az írást, bár azt nem olyan sűrű, mint az olvasást, nem? A számolást még ritkábban, de abban is max az alapműveletek, nem? Aztán mintha elvágták volna. Tehát amit rendszeresen, valamilyen rendszerességgel hasznosítasz, az ez a 4 dolog. Na most ezt a 4 dolgot 2 év alatt meg lehetett volna tanulni. Nem 8 év alatt. Érted? Az összes többi, tehát nem mondom, hogy 6 évnyi, hanem annál több, mert hogyha csak a alapműveleti számítást, írást, olvasást tanultad volna, és semmi mást, akkor lehet, hogy egy év alatt megtanultad volna. Valószínűleg. Mert ugye közben mást is kellett tanulni. Oké? Okay? Tehát ha végignézzük, mit hasznosítasz most már abból, amit iskolába jártál, akkor ugyanez a középiskola. Elvégzett valaki egy gimnáziumot, mit hasznosít abból, amit gimnáziumban tanult? Én ezért nem is gimnáziumba mentem, hanem szakközépiskolába. Hogy legalább egy szakmám legyen belőle. Pedig a barátaim azok a gimnáziumba mentek, és engem nagyon hívtak, hogy menjek gimnáziumba én is, és azt mondtam, hogy én nem megyek gimnáziumba, mert ott nem adnak szakmát, és én nem akarok tovább tanulni. Oké? Okay?
Na most ugye a legjobb barátom az elment gimnáziumba, utána elment tovább tanulni egyetemre, és az első egy év végén összejött egy csajjal, akit teherbe ejtette, és utána abba hagyta az iskolát, és elment postásnak. Na most a postáshoz nem kellett egyetemi végzettség, csak egy érettségi, érted? Semmi más. Nem tudom, lehet, hogy akkor nem is kellett még az se. Mondom, lehet, hogy akkor még az se kellett, mert ez most ugye, mikorról beszélek? 81-ről. Lehet, hogy 81-ben még érettség is el kellett ahhoz, hogy valaki postás legyen. Szóval, és így gyakorlatilag szakmája se lett. Hát nem lett egy szakmája. Jó, a legtöbb embernek hiába van szakmája, az emberek többsége az nem is csinálja, nem is csinálta sose a szakmáját. Sose. Én legalább dolgoztam a szakmámban. Szóval az a lényeg, hogy az ember használja a képzéseket. Ránéztem az órára, nem mehetünk tovább. Jó? De azért gyorsan nézzük meg, azért itt van önismereti coachképzés, vérmérséklet, hangulatjavító, személyiségfejlesztő, elnyomásfeloldó, önbizalomteremtő, szeretetteremtő, párkapcsolat, gyereknevelés. Itt vagyunk most, a gyereknevelésnél tartunk. Egészségteremtő, boldogságteremtő. Akkor van célmegvalósító, kommunikációs coachképzés, emberi bánásmód, hatékonyság, növekedés, leszoktató, pénzteremtő. Akkor leszoktató, szenvedélyekről leszoktató, így van. Szervezetvezető coach, probléma megoldó coach, sikerteremtő coach, életszervező coach, marketing coach, konfliktus feloldó coach, ez 25 téma. Oké? Ez gyakorlatilag föléleli az életet. Teljes egészében. És ugye miért tudok erről beszélni? Hát eleve ott kezdődik, hogy én a felnőtt képzésemre több millió forintot költöttem. Egy. 87 óta foglalkozok emberekkel, 91-től van saját szervezésű csapatom. 93-tól van cégem, 87-től van volt vállalkozásom, 93-tól cégem, és négy különböző területen értem el a szervezetemmel piacvezetői pozíciót, négy különböző területen piacvezető pozíciót, abból két olyan terület van, amit azóta se tudtak lekörözni, pedig abba hagytuk már az egyiket 22 éve, a másikat abba hagytuk 15 éve, és nem tudtak minket lekörözni benne, azóta se. Jó, ez mind az én vezetésem alatt történt, és amit most csinálunk, abban is piacvezetők vagyunk. Jó? És ugye azért tudok, amit tudok, ráadásul még van egy óriási küldetésem is, amiért én leszülettem. Te ebben mennyit hiszel, vagy mennyit nem hiszel, megmondom őszintén, nem érdekel, hogy mennyire hiszed, mennyire nem. Itt van. Jó? Tehát ezen a bolygón létre kell hozni egy új korszakot, egy szeretett korszakot, egy aranykort. Ez azt jelenti, hogy az emberek az aranykorban úgy juthatnak be, hogyha tudatosak, és ezt a fajta reaktív elmés működést ki tudják iktatni. Oké, ez a kulcsa az egésznek. Jó? És ehhez van, hogy megtanulják ezt, van, túl vagyunk a felén, 13 éve kezdtem el ezt tanítani a nagy közönség számára. Már ugye először, mikor erről hallottam, az 98 volt. 2000-től ugye már vezetőknek tanítottam ilyen dolgokat, vezetőknek, és 2010-től
pedig elkezdtem a nagy közönség felé kivinni ezeket a tudásokat, az azt jelenti, hogy túl vagyunk 35-ig számolt ki a felén. És az azt jelenti, hogy aki nem tudatosodik 2035-ig eléggé, és nem tudja uralni a saját reaktív elméjét, az nem tud bejutni az aranykorba. És mi lesz azokkal, akik nem tudnak bejutni az aranykorba? Az ugyanúgy, mint ahogy most csinálják a fentiek, akik reménytelenek, azt kiiktatják az élők sorából. Oké? És ez neked tetszik, nem tetszik, hiszél, nem hiszed. Én tudom, hogy így van, te meg azt gondolsz, amit akarsz. Érted? Tehát azt tudom, hogy én be tudom vinni az embereket az aranykorba, és be is viszem. Oké? De úgy, hogy az aranykort mi hozzuk létre. Oké? Tehát rajtunk kívül nincs más olyan szervezet, amelynek lenne elég tudása ahhoz, hogy aranykort hozzon létre. Jó? És etikus is természetesen. Hát nincs ilyen. Tehát létre kell hozni az aranykort, mert ez a bolygó ilyen formában, ilyen rezgéssel, ebben az univerzumban útban van a fentiek számára. Oké? És vagy felemeli az emberiség a bolygó rezgését, vagy ha valami, valami útban van, azt mit szoktál csinálni, ha valami útban van? Elsöpröd onnan, érted? Ennyi. Akkor elsöprik innen. Jó? Honnan veszem ezeket a dolgokat? Van olyan képességem, hogy kapok a fentiektől információkat rendszeresen, és kommunikálok velük, szó szerint. Jó? Tehát képzés közben is adnak információkat. Például, mit tudom én, arra is képes vagyok, hogy fölteszem magadban egy kérdést, mondjuk képzés közben, én meg közben megadom a választ. Érted? Jó, úgyhogy... Szóval, és nem csak ilyen képességeim vannak, hanem ezen túlmenő képességeim is vannak. Jó? Tehát köszönöm szépen a figyelmeteket, tartunk 30 perc szünetet, és 30 perc szünet után a második részben, akik először vannak itt vendégként, akkor részt vehetnek a második részben. Jó, ez egyszer tud előfordulni. Jó, és a többiek, akik részt vesznek, nyilván ők már tanulók. Jó? Mennyibe kerül a tandíj? A legkedvezőbb ár, amit csak el lehet képzelni az a felnőttek képzésében, sokkal kedvezőbb, mint a gyerekek képzése is. Jó? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!